Sziasztok emberek, én nem vagyok, és itt vagyunk a csatorna első napi vlogjánál. Hát igen, ez is eljött, mivel első napi vlog, azért elfelejtettem reggel beköszönni. Úgyhogy ja, ma sok érdekes dolog lesz, elmenjünk, megnézzük a rallit, utána megmutatom nektek az első Arduino Challenge matricákat, valamire vagy 10 darab, de most nem csak 2 lesz, amikor megmutatom. Majd meglátjuk, mit fog ma mit csinálni, de... Jajajaj, na nézzük, hogy indítsuk a napunkat egy jó kis reggelivel. Jó, itt vagyok. Igen, mint látjátok, nagyon nem áll jól az a bicikli, igen, mert lefelé elindultunk, vagy elindultam, Dumával elindultunk, és valami baj volt a váltóval, úgyhogy elramlott, a guminak se ott kéne állnia, úgyhogy már ott kéne lenni, na mindegy, majd jó lesz valahogy, jó van az úgy, úgyhogy irány a rally. Na, már beszereztem a új biciklit, na. Na szóval, akkor beszereztem a új biciklit, úgyhogy most már tényleg csak az időjárásban biztosan, hogy nem közel esni az eső, úgyhogy most siessünk, mert 5 perc emberről kezdődik rajni, oda kéne én, úgyhogy go. Megjöttünk ide, hozzon a rally arra. Húha! Épp időben, lemaradtunk az első két versenyzőről. Nem tudom, hogy itt el van zöld autó, jó Skodája volt. Azt mondták, hogy arról nem maradtunk, nem mindegy. A többit azt megpróbálom nektek nagyjából rögzíteni. Sihettünk, hogy egy kicsit szuszogok, hogy bocsánat. Még kár érte, hogy lemaradtunk, pedig azt mondtok, esélyesek voltak, na mindegy. Akkor beállgok nektek szerintem pár jelentet az eseményről, és akkor, ja, akkor nézzük is meg, hogy majd írjátok már, hogy ki nyerte a rallit egyébként, akit úgy érdekel, meg úgy ízé, úgyhogy most beállgok nektek pár jelentet, úgyhogy ja, nézzük. Thank you.
szünet, úgyhogy na, valami nagy szünet lesz, de most lementek a első osztályról a lisok, szóval most már csak ilyen trabantok jönnek, meg ladák. Jó, nem, egy trabant van, azt tudom, egy trabant, nagyon is sok lada, szemben, igen, ez így van, és egy Warburg, azt hiszem egy Warburg is volt, amiket mi nem fogunk megnézni, hiszen még lada van, nem ugyanúgy néz ki, biztos, ezt meg fognak kövezni, ezt biztos megköveznek, nem mindegy. Na, a lényeg, hogy szerintem most megyünk haza, és kibírt esés nélkül, de valószínűleg fog esni ma, vagy holnap, úgyhogy, ja. Úgyhogy otthon szerintem megmutatod nektek a matricákat, amit elég jól néztek ki, úgyhogy szerintem Instára, ha nem felejtem, aki fogom tenni. Úgyhogy videóvágást akkor fogom eszembe jutni, na mindegy. Úgyhogy ja, megmutatod nektek a matricákat, és találkozunk otthon. Az igen. Ez komoly hely. Az igen. Könnyebb volt ide befele jönni, de mi a bicsa, nem lopták be. Jaj. Hú, innen már jó, innen már. Jó vagyunk, az igen. Na jó. Otthon találkozunk, kamerában nehéz vlogolni. Úgyhogy... Na hát, mint látjátok, itt vannak a matricák, Ardon Channel. Matricot nekem nagyon tetszik, egyedi design. Iratkozz fel, ő... Ha akit érdekelnek ilyen matricák, az privátba keresse meg, és akkor felveszik a kapcsolatot, és küldök nekik egy ilyet, oké. Okay. Tehát akkor akit érdekel, az ő mindenképpen írjon rám privátba. És például Instagram lent lesz a leírásból, rám tudtok ilyen, és akkor ott majd megbeszéljük. Egyébként pár délutáni program, vagy ilyen esti programom, megnéztem pár AB videót, amit most fönt láttok. Ez egy régebbi videója volt, plusz még játszottam mellette egy kis Fortnite-ot, Domával, meg szólóba is. Úgyhogy igazániból ennyi dolog volt délutánon, tehát már innentől kezdve semmi különös nem volt, úgyhogy... Másrészt ennyi volt ez a mai napi vlog, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, Arman voltam. Sziasztok!